A férfiak szerepe halványodik, egyre több a válás, a pártalálás nehezebbé vált, felborultak a férfi női szerepek, a családtagok egyre kevesebb időt fordítanak egymásra. Hova fog mindez vezetni? Vannak-e még a családokban férfi minták? Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával, a Férfi Energia című könyv írójával ezekről a dolgokról beszélgetünk. A Csíkszeredában született szerző több céget vezetett. 26 évesen már Magyarország legfiatalabb iparvállalati csúcsmenedzsere volt. Világkörüli útja során Európán kívül bejárta Kínát, Tibetet, Nepált, Indiát, Pakisztánt, Dél-Koreát, Tájföldet. Barangolásait később is folytatta, Ázsia, Közép-Amerika, Észak-Afrika jelentős részét bejárva. Könnyű búvárként, sok száz merüléssel a háta mögött, a világ számos tengerét is felfedezte. Bedő Imrével beszélgetek. Van miről beszélgetnünk férfiakról, férfiaknak, nem csak férfiaknak, és egy férfi emberre. Hát ez nagyon jó dolog. De azért még mielőtt a könyvre rátérnénk, és egy kicsit kiveséznénk a különféle tematikákat, beszélgessünk róla, Csíkszeredában születtél. Üdvözlöm én is a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Csíkszeredában születtem, ott is nőttem föl, az egyetemet Bukarestben kezdtem. Nagyon érdekes ez is, hogy én lokálpatrióta voltam. Már akkor érettségiztem, amikor a változás után, tehát 92-ben, amikor 91-ben, ugye most próbálom kiszámolni, amikor már sokan jöttek Magyarországra tanulni, és én nem akartam jönni. A Bukaresti Egyetemen kezdtem, de ott aztán nyertem egy ösztöndíjat Budapestre, és így kerültem ide, és hosszas, ugye ilyen nagyon sokat dolgoztam már egyetemista koromban is, hamarosan élettem az országos ilyen diákvezérkar, ugye, akik akkor az egész egyetemista közeget ugye képviselték országos szinten, és az egyetemen is nagyon aktív voltam, amiatt egy olyan országos kapcsolatrendszerre tettem szert, hogy később úgy döntöttem, hogy inkább itt kezdem kamatoztatni ezt az egészet, és már nem fértem vissza a dobozba, tehát valahogy így nagyon gyorsan kinőttem ezt. De most azt hiszem, hogy amivel most foglalkozok, az végső soron egy olyan értékrend export, amit onnan hozok, és mivel ott is nagyon romlik a helyzet férfi és nő között, és a családok ott is nagyon erősen szétesőben vannak, ezért innen is exportálom magam oda-vissza, tehát egy ilyen dupla exportot sikerül nekem most talán véghez vinnem, hogy a régi értékeket megpróbálom 21. századba átemelni, mert ez a lényeg, hogy nem a nagyapáink korát sírjuk vissza, hanem azt keressük, hogy mit kell tenni ma a mai körülmények között. De mégiscsak van egy saját kultúránk, amire alapozhatunk. És amit én hozok ebben a dologban, abban semmi újdonság nincs. Az az újdonság talán, hogy nem egy amerikai vagy nyugat-európai pszichológiailag ultramagyarázott elméletek alapján közelítem ezt, hanem azt mondom, hogy a kultúránkat kezdjük el ugye kivetíteni a 21. századra, és nézzük meg, hogy nagyon sok minden átvehető belőle, és nagyon egyszerű hüvelykúj szabályok szerint maradhatnak egyben a családok, becsülhetik jobban egymást férfi és nő, gondolhatnak többet arra, hogy a jövő generációt hogyan neveljék föl, mi értelme van ennek a dolognak. És a saját boldogulásuk, ugye, az nagyon fontos, hogy a felelősségvállalás és a feladatok elvégzése az nem csak teher, hanem ez a tehernek a sikerei, a terméke, az az igazi boldogság hordozója, és ma nagyon kevesen értik ezt, mindenki csak a nyűgöt látja a felelősségvállalásban és a teherviselésben, holott ugye abszolút az én számomra egyértelmű, és ezt próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy ez az egy dolog teremthet, és a teremtés maga hozza azt, hogy mint egy melléktermékként boldogok leszünk. Ránézünk erre a teremtett dologra, amit létrehozunk, és ha tetszik, akkor a boldogság melléktermék. Ugye ennek a mellékterméke. Egyébként, hogy rád nézek, és hogy hallgatlak, az jut eszembe, hogy nagy követe vagy ennek az egész dolognak, de ebben majd belemegyünk egy kicsit mélyebben is. Több generációs értelmiségi család sarja vagy. A felmenőid unitárius papok, tanítók, két dokumentált nemesi család leszármazottja is. Egyébként ez milyen útravalóval látott el téged annak idején, annó gyerekkorodban?
Én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert nagyon sok időt tölthettem a szüleim és az ő korosztályuk társaságában, illetve a nagyszüleim és az ő korosztályuk társaságában. Tehát mi úgy nőttünk fel, hogy ezekből a felnőtt beszélgetésekből nem voltunk kizárva. És nem csak gyerekek között nőttünk fel, hanem részt vettünk azokban a munkákban, amiben a szüleink, nagyszüleink részt vettek, részt vettünk azokban, amit közösen végeztek másokkal, és belehallgathattunk az ő beszélgetéseikbe. És azt gondolom, hogy az az értékrend, amit ők képviseltek, az mind a cselekedeteik, mind a családi legendárium kapcsán örökíteni tudták, és ez egyfajta ilyen belső tartással látja el az embert. Hasonlít ez egyébként ahhoz, mint amikor elolvassa az ember a Verne regényeket. Ugye ma már ezek mind nem divatos dolgok, amiket mondok. De ha visszagondolok, akkor ott én azért is keresem ma is azt az irodalmat a gyerekeimnek, amiben valódi karakterek vannak. Az a lényeg, hogy valódi emberi karakterek legyenek benne, nem pedig valamiféle állatok, akik nagyon viccesek, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon sekélyesek, hanem olyan egy hajós kapitánnyal, vagy egy egyszerű szegény legénnyel való azonosulás, az gyerekkorban nagyon könnyedén megy, és az emberből beépülnek azok az értékek. Na most ugyanilyen az, hogyha a családi történetek mesélése közben kiderül az, ugye, hogy tehát minket nem úgy oktattak, hogy fiam, neked kötelességed van, mert ez a család ilyen, de amikor meghallgattam azt, hogy az én a dédnagyapám, ugye, aki pedagógus volt, és korábban ugye a magyar kormánynak kellett esküt tenni a pedagógusnak, és azt az esküt ő letette, majd amikor a román világ jött, ugye, tehát ezt Erdélyben így mondják, tehát Romániává vált ugye a Erdély, akkor azt mondta a román kormány, hogy akkor tegye le az esküt a román kormányra is. És ő azt mondta, hogy ne haragudjanak, de ez nem egy nemzetiségi kérdés volt. Azt mondta, hogy hát ilyet nem lehet. Hát ő már letett egy esküt, ugye, és nem lehet két esküt letenni. Tehát az lehetetlen. És azt mondták neki, hogy jó, de akkor börtönbe zárunk. És mondta, hogy jó. És elment ugye bezárták a kolozsvári Fellegvár börtönbe, ahonnan ugye később kiszabadult, ismét ugye hurcolták. És milyen érdekes, hogy föl sem merült, mikor kijött, akkor mondták, hogy na, akkor most alá kéne írni, és azt mondta, hogy nem változott semmi. És az az érdekes, hogy már gyerekként is érzi az embernek a tartását, hogy ez csak így oldalági történetként mesélte egyik ember a másiknak a családunkban, de érződik az, hogy ez egy nagyon kemény, bonyolult dolog. Tehát most gondoljunk bele abba, hogy azért ő maga ezt eldöntötte, de emellett az egész család is kiállt. Most vegyük észre ebbe azt, hogy nem az volt, hogy az ő felesége, aki az én dédnagyanyám, ő azt mondta volna neki, hogy figyelj, fejezd már be ezt a hülyeséget, írd már alá, azt kész, hát most ne foglalkozz ezzel, mit mész te ide-oda börtönbe, hanem mindenki benne állt abba, hogy a becsületnek és a tisztességnek és a gerincességnek valamiféle, csak egyetlen útja van. Nincs kettőféle útja, egy van. És abban az egész család benne állt. És ők sem gondolták ezt, ők csak csinálták ezt a dolgot. Nem gondolták azt, hogy ez generációkra előre, ugye, ez hatással fog bírni, hogy ezt az ember meghallja, és úgy gondolja, hogy én ide tartozok, és én nekem körülbelül ilyesmi dolgom van a világban, mert én ez az értékrend vagyok, én ezt az értékrendet képviselem. És nem azért csinálták, hogy na most akkor hozok egy nagy áldozatot, hogy majd esetleg a dédnagyapám, dédunokám majd ő is hozzon. Tették a saját dolgukat, és ez automatikusan lecsorog. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen fajta dolgokat merítek én az én szüleim, nagyszüleim, dédszüleim értékrendjéből, nem is azt mondom történetéből, életéből, hanem abból, amit ők tettek. És itt a tett nagyon fontos, hogy nem abból, amit mondtak, hanem abból, amit tettek. Te egy nagyon kísérletező típusú emberke lehetsz, szóval az, hogy valaki könnyű búvárkodik, aztán bejárja a világot, úgy elugrik Kínába, Tibet, Nepál, India, Pakisztán, Dél-Korea, Tájföld, hát ez tényleg magától értetődő. Így kipróbáltad a határaidat? A egyetemista koromban kezdtem el utazni ilyen $1 szállásokon tényleg, és ilyen nagyon-nagyon szerény hátizsákos körülmények között. És
mert hogy az ember, megint ez nem volt egy tudatos dolog, de ahogy az ember rákap erre, megérzi azt, hogy milyen hatalmas erő van abban, hogy más kultúrákat, más embereket lát, és az önállóságát meg tudja tapasztalni. Én azt látom, hogy az önállóság megtapasztalásához kell egy távolság. Hát a fizikai távolság nagyon lényeges. Tehát én amikor először voltunk Nyugat-Európában is azelőtt, de az még túl közel van. Az nem szakít annyira el a szüleitől. Az én szüleim azt állítják, hogy én amikor egyetemista koromban mentem először Kína, Nepál, Tibet, Nepál, India, Pakisztán útra, ami 2 hónapon át tartott, és ők ugye csak a térképen követték, én ilyen 2 hetente hívtam őket körülbelül, hogy körülbelül hol tartunk. Nem volt se pénzünk, se időnk, se lehetőségünk, a 90-es évek közepéről beszélünk, alig járt arra még fehér ember, amerre mi ott jártunk, tehát sok nagyon kevesen mozogtak arrafelé. És ott az ember a távolság miatt is megérzi azt, hogy ez már nem játék. Tehát itt már nincs lehetőség arra, hogy fölhívom és odaszalad és megfogja a kezem, hanem minden helyzetet ugye meg kell oldani, és azt állítják ők, hogy egy gyerek ment el, és egy felnőtt jött vissza. Én ezt nem éreztem így, de valószínű, hogy igaz lehet. És amikor visszatértem ilyen utazásaimból, ahol kifejezetten csak ételre és mindenféle látványosságok megtekintésére költöttünk, mert másra nem volt pénzünk, ugye, és nagyon olcsó szállásokra és az utazásra magára. Tehát valóban megmártózni mentünk oda. Tehát ezt azért mondom, mert ma már nem így van. Ma a fiataloknak van pénzük, nyilván a szüleiktől kapják, arra, hogy hatalmas ökológiai lábnyommal, ugye, tehát óriási kerozinköltséggel elutazzanak Tájföldre például, ahol nem a tájföldi kultúrát nézik meg, hanem egy tengerparton hullarészegen feküsznek mondjuk 2 hétig. Úgyhogy a tengerpartról ki se józanodnak egyáltalán. Tehát azt, hogy elmenjek én Tájföldre, és ott annyi az érdekessége ennek, hogy még februárban nyaralnak, de hihetetlen költséggel és hihetetlen energiaráfordítással feküsznek hullarészegen 2 hétig egy parton, amit itthon is meg tudnának csinálni, de jobb lenne, ha itthon se mondjuk ezzel foglalkoznának. Mi még tényleg az a generáció voltunk, én most 43 éves vagyok, tehát hogy nehogy valaki azt higgye, hogy nagyon öreg vagyok, de akik úgy ilyen kíváncsian rátekintettünk a világra, és egyre több dolgot akartunk belőle megismerni, és valóban beszélgettünk az emberekkel, közöttük utaztunk a tyúkokkal tele indiai buszon, aminek nem volt ablaka, és ott tehát a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldásokat találtuk meg. Cserébe azt a tapasztalást szereztem, hogy mindenhol a világon a jó emberek vannak többen, hogy soha-soha nem történhet olyan baj, amit ne lehetne megoldani, bárhol is vagy, mert mindig bekopogsz egy emberhez, akkor az biztosan segíteni fog. És azért ezek olyan fajta gyökeret engednek megerősíteni az emberben, ami a hitében megerősíti, hogy és itt nem a vallásos hitről beszélek, az egy teljesen más kategória, beszélhetnénk arról is, hanem az abbéli hitemben, hogy van értelme cselekedni, hogy lehet, van akivel összefogni, hogy mindig van jövő, ugye, és hogy bármennyire is elkeserítő a helyzet, a jók többen vannak, mert akkor is, hogyha nem látszanak néha, nem jönnek elő a barlangjukból, a foteljukból, esetleg nem bújnak ki önmagukból, de ott van bent az emberekbe, és ez mind ezeken az utazásokon tapasztalja meg az ember. És még egyszer mondom, a fizikai távolság az, ha nem tudom, hogy van időnk most ugye erről beszélni, nagyon érdekes, többször meg tudtam tapasztalni azt, hogy ha ilyen távolra megyek a lakóhelyemtől, ahol élek, akkor egy idő múlva valóban nagyon messziről tudok rálátni az életemre. Tehát a fizikai távolság megengedi egy időn, a psziché is elszakad, és elkezdem mint fentről látni az életemet, mint egy ilyen labirintust, és megtalálom az utamat. Ugyanezt a tapasztalást éreztem azokon, akikkel én nagyon sok emberrel beszéltem, ugye, akik nagyon magasra mentek, tehát az Erős Zsolttal van egy interjú fent a Férfiak Klubja honlapján, ugye az utolsó interjúját adta nekem, mielőtt indult volna a végzetes útjára, azelőtt beszélgettünk, és hál' Istennek emberi dolgokról, ami ritka vele, ugye, mert mindenki azt kérdezte, hogy milyen fönt a hegyen, és mi meg a férfiakról, a nőkről, a családról beszélgettünk, nagyon érdekes, érdemes meghallgatni.
És beszéltünk vele erről is, az élettapasztalatról, az nincs benne az interjúban, és azt láttam, hogy az, hogy ő nagyon magasra megy, és azt a teljesítményben onnan látja a világot, az egy szellemi elszakadást is jelent a mindennapoktól, és megint egy ilyen helikopter távlatból tudja figyelni azt, hogy mi történik. És volt szerencsém olyan mélybúvárokkal beszélni, akik 150 méterre mentek, ami nagyon ritka, ugye 40 méter a könnyű búvároknak a mélység határa, az alá azért speciális felszerelésekkel lehet menni, de ilyen 50-60-ig még elmerészkednek néhányan, de ez már egy rekord merülés volt. És az ember is azt mondta, hogy miután 100 méter alá merült, azután másképp látta a 4-es-6-os villamoson Budapesten az életet. Másképp látta az embereket. És ezt csak azért mondom el a hallgatóknak, mert nagyon érdekes ez, hogy milyen hatással van az emberre a magasság, a mélység és a távolság. Valószínű, hogy jobban rádöbbenti arra, hogy ő kicsoda, és hogy ő neki dolga van, és hogy a saját maga határai belül ő létezik. Ameddig, ha mindig itthon van, akkor mindig valakikkel közösen van, valakikkel osztozni tud feladatokon, felelősségen, mindig hárítani lehet, mindig ugye masszatolni lehet. Azért a nagyon magas, a nagyon mély, vagy a nagyon távolban mindezt nem lehet megtenni. És ha egyszer megragadjuk ezt az érzést, hogy mi vagyunk a felelősek, a mi döntésünktől függ az életünk, akkor ez olyan érdekes, hogy ez így rajtunk marad, tehát ezt nem lehet többé elfelejteni, és ez utána ebből lehet táplálkozni tovább. 1996-ban a Nemzetközi Valuta Alappal és az Európai Tanáccsal diákügyekben tárgyaló delegáció tagja voltál. 24 évesen a Magyar Fejlesztési Bank befektetési cégének önálló befektetéseket menedzselő igazgatója. Szóval ezen a téren is kipróbáltad magad. Aztán 99-től a Győri Szerzgyár és Finomító ZRT igazgatósági tagja vagy. 26 évesen az ország legfiatalabb iparvállalati csúcsmenedzsere. Üzleti világ. Kicsit az én életem ugye arról szólt, igaz, hogy én is kerestem ezt. Tehát van egy jó magyar közmondás, azt mondja, hogy a szerencsének elébe kell menni. És én nem ezért csináltam ezt, hogy elébe menjek a szerencsének, de valahogy mégiscsak kerestem a lehetőségeket, és ez úgy jelent meg az én életemben, mindig úgy éreztem, hogy sokkal hamarabb kapok olyan iskolát, vagy iratnak be olyan iskolába, amire még nem értem meg. Tehát ugye egyetemista koromban, amikor a hallgatói önkormányzatok országos szövetségének az elnökségeként ugye végigtárgyaltuk a minisztereket, a miniszterelnököt, az államelnököt, az Európa Parlamentet, az összes szakszervezetet, pártot és mindenkit, és tévéből, rádióból ugye folytunk, óriási nyomást gyakoroltunk a kormányra, tandíj ügyben, tüntetéseket szerveztünk, hihetetlen aktivitást tudtunk végezni. Az egy olyan hirtelen jött tapasztalás, hogy valószínűleg ma vannak olyan emberek, akik 40-50-60-70 éves korukra sem élik meg ezt a tapasztalási mennyiséget és minőséget, amit ott 2-3 év alatt meg lehetett élni. Hihetetlen intenzív. De ehhez mind-mind fel kellett nőni. Tehát mind semmit nem tudtunk erről, és rátapadtunk olyan mesterekre, akik erről többet tudtak, olyan szakemberekre, akik nekünk segítettek, és hihetetlen tempóba fölhúztuk magunkat arra a szintre, hogy a velünk való tárgyalása egy miniszternek az egy vérverítékes küzdelem volt az ő számára, tehát nem egy könnyen lemosható figurák voltunk, hanem amikor nekem ilyen hosszú hajam volt, és hátul be volt szobba kötve, és beléptem a miniszter ajtaján, és láttam az arcán azt a picit ilyen lefitymáló mosolyt, hogy hát jöttek a srácok, és nagyon élveztem csinálni azt, hogy figyelni azt, ahogy 10 percen belül elkezd kapaszkodni a székébe, meg az asztalába, mert nagyon kellett kapaszkodni, mert mindig fölkészültük, mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ugye, és ez után én ugye szakmai pályára mentem, hívtak politikai pályára, de nem az én világom, és azt mondtam már akkor is, hogy köszönöm szépen, nem. És ezért mentem el a bankba dolgozni, ott is hihetetlen gyorsan kellett megtanulni. Mindent, amit ugye az ember az egyetemen tanul, azt alkalmazni sokkal nehezebb. És itt élesbe kellett alkalmazni, itt megbíztak, felelősséggel terheltek, önállóan kellett ugye cselekedni, megint csak mesterekre kellett bíznom magam, megtaláltam azokat az embereket, akikre rá tudtam tapadni.
és innen hívott engem a Győri Szesz gyár vezérigazgatója, aki az egyik legnagyobb mentorom és mesterem volt. Erre azért is vagyok büszke, ugye, mert úgy kerültem oda, talán a legfiatalabb menedzser voltam vezérigazgató helyettesként 26 évesen, hogy ő bizalmat szavazott nekem, rengeteget tanultam, 3 évig voltam ennek a nagyiparvállalatnak ugye a felső vezetője. Megint csak hihetetlen gyorsan kellett fölhúznom magam, és egy kicsit ilyen erőltetett iskolának tűnt ez folyamatosan. Később a saját vállalkozásaimat csináltam meg, abban az elején tönkrementünk, ugye utána meg megerősödtünk, tehát olyan fajta iskolákon vagyok túl, amiben lehet, hogy másoknak így egy egész életen át nem jut ki belőle. Úgyhogy talán, és most az, hogy a férfiak klubját megalapítottam, talán mindez egy ilyen értelmet lenyert. Mert nagyon sokáig azon gondolkoztam, hogy vajon mi véget van ez a nagy hajtás. Mindjárt rátérünk a férfiak klubjára is értelemszerűen, de kíváncsi lennék, hogy ilyen fiatalként, felsővezető pozícióban hogyan tanultál meg kommunikálni az emberekkel? Mert az nagyon nem mindegy, hogy hogyan adom el magam a piacon jól, hitelesen. Ebben azt hiszem, hogy megint csak egy hozott örökség segít. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, és talán az életem egyik mozgató rugója az, hogy én nagyon szeretem az embereket. Tehát én tényleg szeretem a velük való beszélgetéseket. Én mindig is a vonaton sokat utaztunk ugye Erdélybe, oda-vissza a diákkorunkba. Én nagyon szerettem azt, hogy vadidegen emberekkel lehetett beszélgetni a vonaton, mert 10-12 órákat utaztunk, és a vadidegen emberek arról szóltak, hogy bármit meg lehet velük beszélni, mert holnap után úgyse találkozunk többé soha, vagy esetleg alakultak olyan kapcsolatok, ami később is folytatódott, tehát mindegy volt, de nyíltan is őszintén lehetett beszélni. Zárójelbe teszem, ez ma nincs. Tehát ma felülünk egy vonatra, mindenki a fülhallgatójával van, zenét hallgat, mindenki nézi a telefonját, és ez az egész dolog megszűnt. Tehát, és ma is azt gondolom, hogy a gyerekeimnek két dolgot szeretnék megtanítani legalább. Ugye, és ha ezt a kettőt megtanítom, akkor talán nem lesznek elveszettek, és kábítószeresek, és nem tudom bármi más. Az egyik az, hogy a természet az egy végtelen örömforrás. Tehát maga a természet önmagában is végtelen gyönyörűség és örömforrás. Tehát lehet a fűszálba, az esőcsebbe, a felhőbe, a szellőbe, a hegybe, a tengerbe, bármiben gyönyörködni, és hogy ez egy jó dolog. És a másik, hogy az ember végtelen, és az ember az gyönyörű, és hogy ha megtanulják azt, hogy az embereket szeretni jó, és az emberekkel beszélni jó, az emberekkel együttműködni jó, és megtanulnak ráhangolódni, és igazán odafigyelni a másikra. Tehát, hogy valóban meg akarom hallgatni, hogy ő mit mond, mert mindig valami újat akarok magamnak beszippantani. Mindenkit mesternek tekintek én, és azt várom, hogy valami újat mondjon nekem. És nyilván erre én is reagálok, és örülök, hogyha én is tudok neki valami újat mondani, de a legnagyobb reveláció mégiscsak az, hogyha az én véleményem megváltozik. Tehát, hogyha én 10 évig mondok valamit kőkeményen, ez úgy van, és én úgy gondolom, és a 11. évben valaki azt meg tudja változtatni, akkor az nekem egy öröm, akkor ez nekem egy fejlődés. Tehát nem azt mondom, hogy úristen, azt mondom, hogy hú, de jó, végre sikerült átlendülni egy dolgon, amit azelőtt teljesen másképp gondoltam. És ez csak ilyen kommunikációval lehet. Tehát én azt gondolom, hogy engem ez nagyon sokat segített, ugye, hogy imádtam az emberekkel beszélni, kiterjedt baráti, de ezt a szüleimtől is örököltem, és a nagyszüleimtől, tehát ők is kiterjedt baráti társaságokat működtettek, állandóan összejövetelek voltak, ahol én azt láttam, hogy beszélgetések mentek. És persze följött a szomszéd, ugye egy tömbházba laktunk, akkor a 3. emeleti szomszéd följött, akkor apámmal elkezdtek borozgatni, és a komoly dolgok mellett mentek a viccelődések is, de mégiscsak érződött az, hogy annak nem csak az értelme, hogy ők meginjanak 2 pohár bort, hanem volt mindig egy téma, és utána kezdődött el az, hogy egyébként meg sztorik mentek, meg. És ugye ez van a baráti körömben is, hogy mindig azért van egy komoly része ezeknek a beszélgetéseknek, és nem csak a felszínesség. De valószínűleg ez egy ilyen magammal hozott szeretete egyrészt az embereknek,
a bizalom, talán még egyszer mondom, az utazásaim, a családomból is, hogy én nagyon bízok az emberekbe, és hogy nagyon érdekesnek tartom ezt a világot, hogy ők milyenek vagyunk mi minden, hányfélék vagyunk, és ez viszont a vezetésben nagyon segít. Hogy vezetni tudj embereket, hogy rá tudj hangolódni, hogy mindig ne görcsből, hanem valamiféle szerető odafigyelésből gondoskodás legyen inkább a vezetés, mint az, hogy ostorral verem őket, ugye? Tehát ez egy teljesen másfajta mentalitás. Kiveszőfélben van ez a dolog, amiről te beszélsz, és én nagyon örülök, hogy ezt tőled hallom, hogy érdeklődni a másik ember iránt. Tehát ha én fölteszem azt a kérdést, hogy vagy, és hogy milyen napod van, akkor kíváncsi is vagyok arra, hogy vagy, és milyen napod van. Manapság ez a how do you do, tudod? Tehát elmegyünk egymás mellett, aztán alesz bugyesz. Igen. Ez nem jó. Hogy lehet ezen a mentalitáson változtatni? Kicsit kizökkenteni? Jó, hát itt van. 2013-ban létrejött a férfiak klubja például, ugye? Akkor most már menjünk ebbe bele. Nagyon jó, mert a nők számára annyi mindent létrehoznak. Ilyen klub, olyan, divatújság, ez, az, amaz, nagyon sok minden van hölgyeknek. Az uraknak, a férfiaknak kevesebb. Ugye a férfiak klubjánt azt szoktam mondani, hogy közgazdászként és családapaként, ugye, meg férjként, tehát, hogy mindenféle szerepem benne, nagyon lényeges a közgazdász szerep, hogy közgazdászként is hoztam létre. És azért, mert azt gondolom, hogy ebben is van egy soha ki nem pusztuló ugye eszmeiség a közgazdaságtanban, hogy az arról szólna, nem arról szólna, hogy hogyan csináljunk pénzt, mert ma erről szól, hogyan csináljunk profitot, hanem arról szólna, hogy a közös dolgainkkal gazdálkodjunk. Ugye, mint egy társadalom, van neki közgazdász, hogy milyen közös dolgaink vannak. És engem folyamatosan zavartni kezdett mondjuk egy ilyen 10 év óta, hogy tényleg hogy már ugye a fogalmaknak elveszett a tartalma. Tehát ma a tolvajokra azt mondjuk, hogy ügyesek. Különböző szavakat nem merünk kimondani, mert nem tudjuk használni. A felelősségvállalásnak, a tartásnak teljesen így elveszett a varázsa, és mindenki kerüli, hárítja. Az áldozathozatal az valamiféle olyan szitok szóvá vált, hogy már azt mondani egy fiatalnak, hogy áldozathozatal, vagy akkor ő a megalázkodással összekeveri. Tehát én értem, hogy most nem akarok erre a pizza történetre ráfordulni, de végső soron hogy a fogalmaink értelmezése kifordult önmagából, és ezekre az alap erkölcsi dolgokra már nem tudunk odafigyelni azért, és rájöttem, hogy azért, mert elkezdtek hiányozni a családok. És a családokon belül, és a társadalomból is elkezdett hiányozni a férfi attitűd, maga a férfi minta, a férfias hozzáállás a dolgokhoz. És minden így elkezdett elpuhulni. És arra gondoltam, hogy egy olyan férfi motivációs mozgalmat kell indítani, hiszen a nőknek valóban rengeteg van, rádióműsor, tévéműsor, magazin, ők maguk is ritka aktívak, tehát bármilyen előadásra, önképző tanfolyamra, mindenféle gyakorlatra elmennek, ami nagyon helyes. A férfiakkal viszont nem foglalkozik senki, a férfiak sem foglalkoznak saját magukkal, és nem is veszik észre, hogy milyen végletesen elkezdenek hiányozni a családból is, és a társadalomból is. Tartunk egy kis szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetést Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával, a Férfi Energia című könyv szerzőjével. Az figyelhető meg, hogy a férfiak visszaszorultak a munkahelyeikre. Gyakorlatilag olyan, mintha csak a munkahelyen vennének részt az életbe, elmennek dolgozni, azt hiszik, hogy azzal ők ezt az egész életüket megoldották, és azután majdnem semmiben nem vesznek részt. Sem a családban nem képviselnek igazán látható, kézzelfogható, hatással bíró ugye, valamit, sem a társadalomban. Most úgy kell elképzelni, hogyha bármilyen társadalmi munkát meghirdetünk, tehát föl kell ásni az iskola kertjét, fát kell ültetni, le kell bontani a kerítést, meg kell festeni, vissza kell rakni, bármilyen nehéz fizikai, könnyű, bármilyen munkára is, a megjelenteknek a 80%-a nő. De a tánc tanfolyamokon, a néptánc tanfolyamokon is rengeteg a lány, nincsen fiú.
A magyar egy lovas nép, a lovas társadalom ugye gyakorlatilag 80%-ban a nőkből áll. Akkor most éppen kiskutyát nevelek, ugye a kutya nevelés az egy dominancia kérdésé válik előbb-utóbb, ugye, hogy hogyan lehet a falka vezérnek lenni. És kimegyek a mezőre, ahol a kutyákat sétáltatják ott a helyiek, és aki hatalmas kutyákkal dolgoznak, bármiféle parancsokat, engedelmességet, egyebeket osztogatnak, tanítanak, azoknak a 90%-a nő. Azt is mondhatnám, hogy ketten vagyunk férfiak ott egy emberrel, vagy talán még egy valaki néha jön. És néhány férfi van, de mondjuk az, hogy 90%-a nő. És mindenhol ez van. Tehát a férfiak nem igaz az a tétel, hogy ennyire sok munka van. Egy csomó seb van, visszavonultak, nem találják önmagukat, nem mernek, és ezért kényelmesnek is, és hogy mondjam, kézenfekvőnek tűnik ez a munkahelyre való menekülés. De közben kiégnek, értelmetlen lesz az életük, rengeteg pszichoszomatikus betegséget gyűjtenek be, ne felejtsük el, hogy a férfiak sokkal hamarabb halnak, mint a nők, az öngyilkossági statisztikát vezetik, az összes szenvedélybetegség statisztikát vezetik, a pszichés betegség, a daganatos megbetegedés, az érrendszeri, minden negatív statisztikát, a bűnözési statisztikát is, ami azzal van összefüggésben, hogy egy idegileg, ugye, vagy erkölcsileg nincsenek olyan állapotban, ugye sokan minden negatív statisztikát vezetnek, és nem értik azt, hogy az ő életüknek miért nincs komolyabb értelme, hogy hol vész el. És ugye erről indul, hogy ugye ott vész el az életünk értelme, hogy ha az önmagunkat nem tudjuk a jövőbe beépíteni, akkor nincs értelme. És ezt ma nem a munkahelyénken keresztül tudjuk megtenni, mert nagyon kevesen lesznek a nem tudom milyen ultracég vezérigazgatói, és jelzem, azok sem építik be önmagukat, mert nézzék meg, hogyha lelép, ugye ilyen Steve Jobs méretű vezető, aki az Apple-nek volt a vezérigazgatója, még néhány évig beszélnek róla, de az Apple köszöni szépen megy tovább, és aki azt gondolta, hogy ez most valami szörnyű katasztrófa lesz, az rájön, hogy a régi mondás szerint meghalt a király, éljen a király. Tehát aki mondjuk cégvezetőként azt hiszi, hogy a cégén keresztül, vagy esetleg más cégének a vezetésén keresztül hátrahagy valamit a világban, azt annak tudnia kell, hogy semmit nem fog hátrahagyni, mert a következő cégvezetőnek az az érdeke, hogy minden teljesítmény ő hozzá kötődjön, meg fogják oldani nélküle, és ott marad a semmiben. Tehát csak is a családon keresztül tudjuk ezt örökíteni, de az, hogy a családon keresztül az én saját értékeimet örökíteni tudjam, ahhoz jelenlétemnek kell lenni, foglalkoznom kell a családtagjaimmal, együtt kell csinálnunk különböző dolgokat, terveimnek kell lenni, akaratomnak, szándékomnak kell lenni, és tudnom kell, hogy ez teszi értelmessé az életem. Másrésztről meg a társadalomban való részvételem, ugye, hogy tudok-e valamit még hozzáadni, és itt ne ilyenre gondoljunk, hogy mondjuk egy ilyen országos vagy világot megváltó dolog, hanem az baráti körömhöz, az utca közösségemhez, a faluhoz, a városhoz, amiben élek. Hozzá tudok-e tenni két csavart ugye ehhez a dologhoz, ahhoz viszont aktivitás kell, össze kell ülnöm valakikkel, és visszajöttünk a kommunikációhoz, együtt kell működnöm néhány emberrel, kitalálunk valamit, és megcsináljuk. Ugye a férfi erről kéne szóljon, hogy megtesz dolgokat, feladatokat, old meg, és változtat a világon. És ehhez képest még egyszer arról van most már szó, hogy a férfiak elvégzik azt a pénzkereső munkát, amit valaki rájuk bíz, és ezen kívül kisápadtak a világból. De jó kifejezés, kisápadtak minden bizonnyal, de most úgy elgondolkodtam ezen, amiket mondasz, hogy lehet ez az oka, kiváltója, esetleg eredendője a szingliségnek? Én nagyon nem szeretem ezt a szót, hogy egyáltalán, de mint olyan létező dolog. Hát én azt látom, hogy ma nagyon könnyű élvezni az életet, ugye? Tehát a hagyományos élet, ami volt régen, az rengeteg munkával járt, és azt a rengeteg munkát, azt, hogy mondjuk több hetekig tartott csak az, hogy kivágták a fát az erdőbe, ameddig azt behorták, földarabolták, fölvágták és fölrakták, ugye a télre előkészítették, rengeteg munka volt csak azért, hogy meleg lehessen. Ugyanilyen sok munkát végzett a nő, közben az összes ugye élelmiszer tartósítás, a nem tudom mi, hogy a telet túl tudják élni. És az az érdekes, hogy ma
minden korábbi generációnak az volt az óhaja, a mi dédnagyanyáinknak, a nagyanyáinknak, hogy, hogy bárcsak a következő generációnak könnyebb lenne. Mm. Nagyon érdekes, hogy ők lehet, hogy sokat imádkoztak ezért, hogy legyen könnyebb, és egyszer csak meghallgattatott, mert sokkal könnyebb lett. Tehát valóban ma termosztát van, bekapcsoljuk, tévécsatornák tömkelege van, ételt tudunk rendelni, rengeteg munkát elvégeznek gépek, tehát a mosógép, a mosogatógép, a nem tudom, bármi. De nagy kérdés az, hogy jól imádkoztak-e a nagyanyáink, mert most utólag úgy tűnik, hogy úgy kellett volna imádkozzanak, hogy legyen nekik jobb. Mert ugye könnyebb lett, de jobb nem lett. Az érződik, hogy sokkal terheltebbek vagyunk, frusztráltabbak vagyunk, rengeteg betegséggel küszködünk, általában is sikertelennek érezzük az életünket. A nagyanyáink fáradtak voltak, de sikeresnek érezték az életüket, és egyfajta belső egészségtől tudtak duzzadni. Ehhez képest mi, nekünk könnyű lett az életünk, de jobb nem. Tehát nagyon sok frusztráció, sikertelenség, kudarc élmény, az egész életünk értelmen megkérdőjelezik alapvetően, gondoljunk egy válásra, gyerekeinkre. Szóval hihetetlen, hogy az életünk sokkal könnyebb lett, és mégis ugye jobb nem. Na most a szingliség talán ezzel van összefüggésben, hogy könnyebb lett, és a könnyűt mindenki élvezni akarja, és ezért odébb tolják a felelősségvállalást. Sőt, a felelősségvállalásról azt gondolják, hogy az valami szörnyű teher. És amiért, amit én propagálok ugye minden fronton, az az, hogy be kell látni, hogy a felelősségvállalás energia mérlege pozitív, ezt ugye még a szezgyári koromból, mint a mérnököktől tanultam. Ez azt jelenti, hogy sok energiát visz, de sokkal többet hoz. Tehát az, amit a felelősségvállalás által megteremtünk, létrehozunk, az okozhat igazi örömöt, az ad értelmet az életünknek, és az ad energiát mindenre. Sokkal több energiánk lesz, azt is írom valahol, hogy ha több energiát akarsz, akkor vállalj felelősséget. De addig, ameddig a szinglikre visszatérve, ameddig az emberek azt gondolják, hogy az igazi élvezete az életnek az a buliról szól. Persze ennek megvan a maga ideje, tehát én is buliztam eleget fiatal koromban, de folyamatosan azért készültem fejbe a felelősségvállalásra, és nagyon hamar vállaltam is, mert a buli mellett azért lehetett nagyon komolyan dolgozni, és ugye beszéltünk az elején arról, hogy azért milyen terheltségben tudtunk mi létezni, úgyhogy egyébként reggelig tudtunk bulizni, amikor ott volt az ideje, de aztán egyébként abba hagyja az ember, tehát nem lehet ezt még a világ csinálni. Ma meg ugye az van, hogy mintha ez jön a magazinokból is, tehát hihetetlen fájdalmas érzés nekem családapaként látni azt a magazinokban, ahogy arról írnak nagyon nagy nevű újságírók, vagy éppenséggel bloggerek, hogy a családdal való hogy mondjam, kötelességek azok milyen szörnyű nehezek, és hogy mennyire negatív irányba változik az ember élete, hogyha családot vállal. Tehát az az érdekes, hogy aki benne van, az tudja, hogy ez nem igaz. De aki még nincs benne, és elolvassa ezeket az előrejelzéseket, hogy úgy mondjam, vagy ezeket a negatív programokat, az rettegni kezdett, hogy úristen, ez valami katasztrófa, és még mindig buliznom kell, mert egyszer csak elvágják tőlem az életet. Tehát, és azt nem tudom, ugye nyilván ez egy olyan propaganda, ami arról is szól, hogy minél több ideig bent tartani az embereket a munkahelyeiken. Tehát ez a munkahelyre való terelés, ez egy fontos dolog, hiszen ők termelnek, profitot termelnek, és a család az a profit termelés zavarja. Ha megváltozik a fókuszunk, és egy picit több időt akarunk tölteni, most elmondok egy történetet, van egy nagyon jó barátom, 4 fia van, és azért egy 4 gyerekes családapa, az egy komoly terhelés. És minden munkahelyéről sorozatban őt rúgták ki elsőnek. Azért, mert ő az, aki azért este 8-ig nem tud megmaradni, hanem olyan
6 óra tájban a munkaidő végén rég túl, tehát túl óra után, de azért csak föl kell állnia, mert még haza kell neki mennie, és részt kell vennie abba, hogy a 4 gyereket el kell látni. Ő az, aki minden hétvégén nem ráncigálható be ajánlatokat írni, meg tréningekre, meg minden, mert van 4 gyerek. Ő az, aki minden kocsmai összetartásra nem tud elmenni, amikor ezt mondja a brigád, a munkatársak, hogy menjünk el, és ma aztán rúgjunk ki a hámból, és ezt mondjuk minden héten mondják egyszer. Ő inkább 3 havonta egyszer tud elmenni, nem hetente egyszer. Ugye a szingli munkavállaló minden héten elmegy, és úgy mondják, hogy memória resetet csinál, ugye ott földig isszák magukat. És, de ha ő nem vesz részt ebben a társasági létben, akkor plusz hamarabb föláll, plusz néha hétvégén nem területű, akkor ő lesz az, akit, amikor a főnök azon sakkozik, hogy kit kell kirúgni, hát Józsival is berúgtunk, a Feri milyen jó fej, mert milyen vicces, amikor nem tudom, hétvégenként a múltkor is. Kit rúgjunk ki? Hát a Jóskát, mert a Jóska az, aki egy kicsit ilyen antiszociális, nem antiszociális, hanem 4 gyereke van. És hogy nincs, nem, én ugye azt tanultam meg a Szeszgyári vezérigazgatótól, aki az én mentorom és mesterem volt, hogy figyelünk az embereinkre, tudjuk, hogy milyen körülményeik vannak. Olyan vezetők vagyunk, hogy én tudom, hogy ha ő téved, akkor most azért téved, mert a felesége már 6 hete beteg, hihetetlen terhelés alatt áll. És én tudom, hogy ha most még 2 hónapig fogom a kezét, és nem szólok neki, hogy finom, normálisabban kéne dolgozni, de nem ütöm, vágom, mert végig kísérem azt, ameddig a felesége neki meggyógyul, akkor még 10-20 évig lesz egy normális emberem, aki életét és a vérét adja. De nem lehet patika mérlegen mériskélni az embereket, ugye, amit ma csinálunk, tudomást nem venni arról, hogy mondjuk egy jövő társadalmat is kéne építeni. És abban a jövő társadalom építésben a férfinak dolga az, hogy ő hazamenjen és otthon egyfajta mintát képviseljen. És ezt az üzenetet el akarom juttatni a vállalat vezetőkhöz is. Tehát, hogy ugye ma az egy mentalitás, vagy ez egy ilyen fősodorbeli vélemény, amerikai persze, hogy az a jó, hogyha az emberek élete egybe cseng a vállalat életével. Tehát az ember élete az a vállalat élete, és ez egybeforrik teljesen. És én ezt nem hiszem, hogy eznek így kellene lenni. Tehát én azt gondolnám, hogy az embereknek van életük, saját életük, és a cégnél pénzt keresnek ehhez az életükhöz. És az a kérdése minden egyes embernek, hogy azt a pénzt, amit megkeres, azt át tudja-e alakítani értékké, tudja-e transformálni valamivé. Az nem elég az, hogy a rezsire elköltöm, és veszek ruhát, meg cipőt, meg amit muszáj belőle, hanem hogy létre tudok-e hozni olyan értéket, amiért én megszülettem. Egészen bizonyos, hogy akik Tesco-s kasszások, azoknak nem azért születtek, hogy ők Tesco kasszások legyenek, ugye? Ez a pénztárosról beszélek. Vagy de akár egy multinacionális cégnek a jogásza, az egészen biztosan nem arra született, hogy ő különféle szerződéseket írkáljon egész életébe, mindig ugyanolyan típusút, ugye? Angol nyelven. Tehát valószínűleg egészen másra születtünk, ezekkel a dolgokkal pénzt keresünk, és kérdés, hogy tudjuk-e azt a pénzt, át tudjuk-e alakítani valamivé, például a családon keresztül, illetve a kilen emberek 99%-nak az egyedüli transformációs hely. Na de most ahhoz, hogy transformáljuk ezt a pénzt, ahhoz időt kellene töltenünk, és most azt látjuk, hogy a teljes életünk, amiért születtünk, az este 7 és 10 óra közé kell beférjem. Mert körülbelül akkor érünk haza, és napi 3 óránk van, hogyha számba veszük azt, hogy a gyerek 8-kor alszik, akkor a gyerekkel együtt töltött idő az 1 darab óra naponta, amit vele, nagyjából most mondom, el tudunk tölteni. És ebben a 3 órában kéne az asszonnyal a szövetséget kötni, ketten együtt dolgozni a közös ugye produkción, amit létre akarunk hozni, és az összes pénzt, amit megkeresünk, ebben a 3 órában kéne átalakítsuk a saját mintánkon, a cselekvésünkön, az értékképviseletünkön, a véleményünk kinyilvánításán, a működési módozatunk bemutatásán keresztül valamivé, ugye? És ehelyett ugye az van, hogy ha nagyon sok időt töltünk munkába,
és utána nagyon gyorsan akarunk regenerálódni azért, hogy ismét reggel mehessünk munkába. Ezek a berugás, vagy a tévénézés, vagy a konditerembe járok, vagy nagyon sokat futok, ugye. Ez mind-mind arról szól, hogy hihetetlen gyorsan kell regenerálódnom azért, mert nagyon 12 óráztam, és másnap ismét 12 óráznom kell. Akkor ez az idő, ez nem szabad idő, hanem ez a munkaidő kiterjesztése. Tehát észre kell venni, akkor az a munkaidőhöz tartozó erőszakos regeneráció, ami totálisan elveszi a saját életem építésének a maradék idejét is. És azt látom, hogy ahogy elkezdek erről beszélni, emberek elkezdenek bólogatni, és kigyulladnak lámpák a fejekbe, és azt mondják, hogy tényleg, igaz. És én azt állítom, hogy időbe észbe kell kapni. Tehát, hogyha nem akarunk olyan frusztrált öregek lenni, akik 65-70 éves korukban azt mondják, hogy az egész nem ért semmit, amit eddig csináltam, akkor legkésőbb 40 éves korba nagyon-nagyon tudatosan el kell kezdeni az életünket beosztani. Nincs már idő minden hülyeség elolvasására, hanem ki kell válaszolnom, mit olvasok el. Nincs már idő minden hülyeség végignézésére, az időm eltöltésére, és nincs már időm arra, hogy meneküljek a saját életemből. Szembe kell néznem azzal, hogy hol tudok teremteni, hol tudok egy lenyomatot hátrahagyni, és időt kell arra szánnom. És ezért tűztük mi napirendre, hogy a család és a társadalom építés. Ez a kettő egyébként össze is függ. Ugye, és úgy függ össze a kettő, hogy nem elég gyereket akarni, hanem családot is kell akarni. Ugye, a gyerek, mert nagyon sokan ezt úgy mondják, hogy itt van a gyerek, akkor pipa, mert ő gyereket akart. Óriási különbség, a gyereket akarunk, és a családot akarunk. Most a család az azért lényeges, mert a kapcsolódás mintáját, férfi és nő kapcsolódásának a mintáját azt a család hordozza, hogyha egyik nincs, tehát a válások után a férfi kikerül mondjuk a családból általában, akkor eleve kapcsolódás képtelen jövő generációt hozunk létre, mert sem a lányok nem fogják tudni, hogy egy férfitől mit várhatnak el, hogyan néz ki, mit kell neki csinálni. Filmekből 8000 ember válaszolta nekünk azt, hogy az emberek 70% fölötti arányban már a férfi értékeket azt a filmekből és a magazinokból tanulják. A család, az edző, a tanár, nem tudom ki, mind abban a másik 30-20-valahány százalékban volt benne. Hihetetlen. A filmekből és a médiából. Tehát ami azért, valljuk be, ott kiket látunk, meg azok szerepek, amiket eljátszanak. Tehát a lányok nem fogják tudni, hogy mit várjanak el a férfiaktól. A fiúk meg egyáltalán teljes rettegésbe élnek, mert ők egyáltalán nem tudják, hogy hogyan kéne viselkedni. Ezért nem is akarnak már kapcsolódni a lányokhoz, nem teszik ki magukat annak, hogy őket visszautasítják. Az internetes pornó erre csak rásegít, és pusztán a férfiak hiánya családokból kapcsolódás képtelenné teszi az embereket. Később, a következő generációkat. Ezek a férfiak és nők, ha kapcsolódnak, akkor csak a vita lesz, a meg nem értés, ugye egy hatalmas elvárás a nők részéről, egy ilyen rettegéssel a fiúk részéről, hogy tud kapcsolódni, hogy tud családot alapítani, hogy tud kitartani. Nem tudnak már fölnőni, hogy az, hogy szülnek egy gyereket, az nem, hogy nem neveli fel őket, hanem az még tovább megterheli, és ugye ma az összes statisztika azt mutatja, hogy a válások nagy többsége a gyerekek kisiskolás koráig megtörténik. Tehát ez azt jelenti, hogy kisiskolás korig már vége van, tehát azt jelenti, hogy a szülés után rögtön tönkre megy az élet, és utána már még húzzák néhány évig, majd ráhúznak egy gyereket, mert ez szokott lenni a csúcs megoldás, hogy akkor legyen még egy gyerek, hogy hát ha az megoldja, de az csak a kegyelem döfést adja meg, és vége. Visszatérve az eredeti gondolathoz, ugye nekünk az a dolgunk, hogy nem csak fölneveljük a gyereket fizikai értelemben, hogy addig vagyunk vele, míg ő 180 centi magas nem lesz, hanem nekünk családként közös dolgunk a kapcsolódás képesség megteremtése, hogy egy fiú és egy lány később akarjon és tudjon is majd kapcsolódni egy következő nemhez. Ez egy fontos feladatunk. A másik fontos feladatunk az a közös kultúránknak a megtartása. Ezt úgy értem, hogy közös, hogy az egész társadalmunkra, mondjuk egy nemzetre nézve van egy közös kultúra. És ez azért lényeges, mert ha felnevelünk gyerekeket, akik abszolút egyediek, semmilyen közösségi dolgot nem tartanak be, nem ugyanazt gondolják azt, nem gondolják azt, hogy az étkezés az egy közös dolog, hogy leülünk egy asztalhoz, hanem egyik úgy nevelkedik, hogy a tévé előtt eszik, a másik a hűtőszekrényből eszik, a harmadik nem tudom, nem is eszik,
Ha nem neveljük úgy őket, hogy köszönjünk, ha valaki bejön, ha nem neveljük úgy, hogy tiszteljük az öregeket, hogyha nem látnak bennünket, hogy egy vendégfogadás hogyan zajlik, és abban a férfinak mi a szerepe, a nő. A közös kultúránk azért lényeges, mert azt szeretnénk, hogyha a gyerekeinket nem csak fölneveljük, és utána beengedjük egy sivatagba, hanem fölneveljük, és olyan közegbe engedjük be, ahol ő megértésre fog találni. Sok olyan emberrel fog találkozni és kapcsolódni, akiknek az értékrendjük hasonló. És akikkel elkezdhet meg lesz egy bizonyos alapbázis, amin elkezdhetnek együttműködni. És ezért kell nekünk újra szövetséget kötni társadalmi szinten bizonyos kulturális normák megtartására, erkölcsi normák megtartására, mert hogyha ez azonos nagyjából, és erről szól a magyar, az európai, és mehetnénk tovább, ugye, hogy és az egyetemes emberiség az egy kicsit bonyolultabb fogalom, de maradjunk itt a magyar és az európai kultúrkörnél, amit már elkezdtünk levetkőzni, és azt mondjuk, hogy minden mindegy. Én azt mondom, hogy kapcsolódásképtelenséghez vezet az, és a gyerekeinket egy olyan közegbe vezetjük be, ahol nem fognak találni olyan partnereket, akikkel meg tudják érteni magukat, nem csak párkapcsolati szinten, hanem munkában, barátságban, bármiben. Tehát nekünk társadalmat kell építeni a gyerekeinken keresztül, ami azt jelenti, hogy közös szabályokat kell nekik megtanítani. Mik azok a közösségi szabályok, amit azokkal a több millió emberrel együtt akarsz élni, akkor azt mindenkinek tudni kell. És ma ennek sincs már becsülete, mert mindenki azt gondolja, hogy de jó, hogy levetkőztük ezeket a kényszereket, amik korábban voltak. Vegyük észre, hogy azok nem kényszerek, hanem azok lehetőségek az együttműködésre, hiszen az ember egyénisége úgy is kibújik ebből. Tehát én úgy képzelem el, hogy ebben a közös kultúrában, ha egyfolytában azon dolgozunk, hogy minden szabályt betartsunk, akkor is csak derékig állunk benne. Deréktől fölfelé a mi tökéletes egyediségünk van, az látszik. Azzal hihetetlen bonyolult módon tudunk még közeledni emberekhez, attól még, hogy nekünk deréktől lefele egy közös kultúrába vagyunk beágyazva. De hogyha nem vagyunk beágyazva egyáltalán, hanem csak tisztán, szintisztán egyedi emberek vagyunk, aki mindenféle szabály nem ismeretében és felrúgásában nő fel, most gondoljunk el, két ilyen ember találkozik és összeköti az életét, nem lesz egy közös alap, hanem minden egyes dolgot egyeztetniük kell. Hogy mikor egyenek, mikor keljenek föl, hogyan viselkedjenek különböző szituációkba. És ezek az emberek már nem fogják ezt egyeztetni, hanem a lovak közé dobják a gyeplőt. Ez látszik ma is. Nagyon sok ilyen értékek, vagy közös értékre rá nem nevelt ember nőtt fel, találkoznak, és ő belőlük lesznek azok a szülők, akik egymással sem egyeztetnek, hogy ők milyen értékeket képviseljenek, hanem azt tartják, hogy mindenki csináljon azt, amit akar, és ez azt jelenti, hogy bedobom a lovak közé a gyeplőt, hogy majd lesz valami, mert az én életem alatt én majd csak átvészelem valahogy, és ha meghalok, akkor utánam a vízözöm. Én meg azt állítom, hogy az életünket azt teszi szépé, hogyha gondolunk a jövőre, és a gyerekeink nevelése során olyan értékeket adunk, ami őnekik is lehetőséget ad arra, hogy normális közösségbe tudjanak élni. Az a társadalom, amiben léteznek, az egy fantasztikus világ legyen, amiben találnak maguknak egyetértést, és találnak maguknak segítőkészséget, és összefogásra lehetőséget, hogy miért nem tudunk összefogni, miért vagyunk egymás ellen, ez egy ilyen magyar dolog. Nekünk különösen kellene erre vigyázni. Tehát a Férfiak Klubja mozgalom azért ezeknek az értékeknek a megerősítéséről szól a 21. században. Nincsen ebben semmi ódivatú ős dolog. Ez szerintem ez egy mind örökké működő dolog, ha a jövőt akarunk építeni, akkor ezekre nekünk felelősen gondolni kell, és nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy elmegyünk dolgozni, majd hazamegyünk tévét nézni, és eltelik úgy 20 év az életünkből, hogy soha életünkben nem jutott eszünkbe az, hogy nekünk mi dolgunk van a világban. Dolgozunk, tévét nézünk. Ez a barom, ugye? Tehát a nem a szitokszó barom, hanem az igazi, melyiknek szarva van, ugye meg. Tehát az igavonó baromnak az élete, amelyiknek a szemében azért mindenki, aki szembenézett egyszer egy ilyen állattal, az tudja, hogy azért van egyfajta ilyen bárgyúság a szemébe. Tehát, hogy azért nem úgy néz rá, mint egy ember, hogy úgy gondolkodik, hanem úgy menj, mendegél, és éldegél. És hogy ha nem akarunk ilyenek lenni, akkor
azért időbe észbe kell kapni. Kicsit hosszú voltam. Egyébként érdekes, ahogy hallgatlak, szóval ritkán fordul elő az, hogy én ne szóljak bele, és ne kérdezősködjek sűrűbben, de én úgy éreztem, hogy ez így van rendjén, hogy hallgatunk és meghallgatunk téged. Én szerintem lehet, hogy futnunk kéne majd még egy kört, most a műsoridőnk sajnos lejárt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és szeretném, hogyha a férfi energiáról is minden bizonnyal ez is benne van, amiről hallgattunk, meg amit hallottunk, de azért lehet, hogy még futnunk kéne egy kört e tekintetben. Köszönöm szépen a megkívást, és örülök, hogy itt voltam. Köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt szűk egy órában Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával, a Férfi Energia című könyv szerzőjével beszélgettem.